Itt a pápa. No, hát az én véleményem szerint Isten éppen elhagyni készül az a világot, úgyhogy szerintem a pápának semmi dolga nincs. Nagyon is lehet, hogy sok dolga lesz, de ezt döntse el mindenki magának. Én nem fogom tudni eldönteni. Na, engem meg egészen más dolgokban szellemültem át, nem ilyen vallási spirituális dolgokban. Bár lehet, hogy lehet ezt is spirituálisnak tekinteni, de ez a fene se tudja, hogy a művészet és a tudomány az spirituális-e. A tudományt ugye a tudósok zenekarról hozom ide, semmi tudományos nem lesz a mai live-ban, és most visszacsomagoljuk, hogy lehessen unboxingolni, mert hogy itt az egyik kiváló cimborámnak már kifotóztam belőle, és elküldtem egy ilyen közös élményt adó dolgot. Na, igen, tudósok koncerten voltam tegnap, aztán volt egy kis beszerzés is, úgyhogy ez ilyen Rikári féle haul lesz. Ja, és mielőtt itt látjátok, hogy erős felütéssel hülyeségeket beszélek a vlognak az elején, akkor közlöm veletek, hogy nem basztam be, tehát nem kell nekem ahhoz bebasznom, hogy hülye legyek, úgyhogy azt hiszem talán 3 sört, ha megittam. Ja igen, majd egyet az egyik rendezvényen, kettőt meg a másikot. De azt a 3 sört, azt 4 óra alatt, tehát még az se, hogy 20 perc alatt, mert ugye be lehet baszni 3 sörtől, ha megiszod 20 perc alatt, csak akkor fájni fog a poci. Na, igen, kurva jó volt a tudósok koncert, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Hát annyi, hogy ugye a hajón volt az A38-on, és ugye a hajónak van egy ilyen kis izéje, úgyhogy egy kicsit ilyen szédelektem, meg kicsit ilyen furán éreztem magam. Néztem is, hogy mondom, most tényleg ennyire mozog a hajó, vagy rosszul vagyok. És nem mozgott nagyon, csak olyan kellemetlen volt, hogy egy zárt fekete, ugye fekete belülről ott a tér, egy ilyen zárt térbe vagy, és akkor így ilyen szinte észrevehetetlen, de mégis érzékelhető imbolygás van. Tehát aztán rájött, hogy melyik részére kell állni, hogy ne legyen olyan zavaró. Meg ittam sört, és akkor már úgy nem zavar annyira. Egyébként kurva jó volt a buli. Meg hát nem is csak ebben a buliban voltam, mert hogy képzeljétek el, amikor a tegnap esti vlogot lezártam, és mondtam, hogy ott az egyetem felé is elkezdődött valami buli. Hát kiderült, hogy az volt a másik buli, amire én készültem. Lehet, hogy említettem is. A munkás büszkeség napja, aminek a Facebook eseményét inverz vörös csillaggal és Kádár portréval reklámozták, promózták a Faszabuck eseményben. Hát ez volt ott, és nem tudom, hogy előtte milyen része volt a bulinak, mert ugye ez egy szakszervezeti buli, a Szolidaritás szakszervezeteknek a bulija volt. Nem tudom, hogy előtte milyen része volt, mert előtte ugye csönd volt, és nekem fel se tűnt, hogy ott van. Ugye a régi zöld párdon helyén a Goldmar György téri a lehajtónak az izéjébe volt ez az egész dolog. És ugye én nekem ez volt az izé, hogy akkor elmegyek Ikaruszra, este meg tudósokra, hát Ikaruszra ugye nem mentem. Ikaruszra ugye nem mentem, közben merül a telefon, nem baj. És hogy majd a kettő között oda megyek, mert hogy az már 4-től kezdődik, de igazából ugye a zene, ami engem az egészből érdekelt, mert amúgy nagyra tartom a szakszervezeti mozgalmakat, de ezek a szélső balos dolgok viszont egy kicsit távol állnak tőlem, tehát legalábbis nem tudok velük azonosulni. Viszont a punk zenét meg imádom, és hát ugye sok punk zenekar szélső balos, úgyhogy az egyiküket nem jegyeztem meg a nevét sajnos, de elég jó volt azokat végig tudtam így hallgatni, mert hogy ők 7-kor kezdtek, és akkor 8-ra lett vége annak a zenekarnak. És akkor ott dobtam be 1 sört, meg ott tudtam kajálni, mert megláttam a
sült kolbász, mindjárt megjött az étvágyam. A sóhármenűre nem jött meg az étvágyam még ott, amikor a 4-es 6-oson ültem, de a sült kolbászra megjött, úgyhogy nagyon praktikusan, ilyen fesztiválosan adták bagetba, vagyis ilyen hosszú kiflibe, ilyen, nem tudom, az már inkább kifli volt, de mindegy, bagetnak mondta a srác, volt benne egy kis mustár, meg izé, tehát ilyen, mint egy hotdog, mint egy amerikai hotdog, csak ez magyar hotdog, mert ugye az amerikai hotdognál van így félbevágva a kifli, meg belepakolva, meg izé, ebbe savanyú káposzta volt, meg mustár, kurva finom volt. Úgyhogy meg is oldódott a izé. Meg is oldódott a kajálás, mert benne a hajón ott meg van egy étterem, de az külön van a koncertteremtől, tehát nem tudsz kajálni, mert akkor vagy kajálsz, vagy koncert, tehát azért, úgyhogy lent csak pia volt, meg ilyen rákcsák, úgyhogy jó, hogy ez összejött, mert így akkor tudtam ezt kajálni. Na hát, és akkor ez a történet, hogy tulajdonképpen kettős koncert élmény volt. Ugye volt ez a punk, hát a picsát, meg még a többi zenekart, azt ugye nem tudtam megvárni, mert a tudósokra meg jegyem volt, hát nyilván amire már jegyet vettem, inkább arra megyek. Bár megtehettem volna, hogy a tudósokat nem régen hallottam élőben, és akkor jegyem van rá, de mégis a másikra megyek, csak ez kurva nagy hülyeség lett volna. És végül is nem bántam meg, mert jó volt a buli. Majd megyünk punk bulikba is, hogyha lesz rá adandó alkalom. Közben láttam a Faszabuckon a Benkőjékről tettek ki ilyen izét, még ilyen régi képet, meg izé, aztán országos cimborám, háromszoros kiváló kollégám Mário írta, hogy 22-től lesznek a Dixi bulik is, azokat is szeretem. Régebben nem tetszett, meg utáltam, és aztán utóbbi időben meg tetszik, párszor voltam is Márióval, ugye az meg a Pince Színházban van, a Törökpál utcában, ott a Kálvin térnél, szerdánként, úgyhogy oda is el fogok nézni szerintem hamarosan. Úgyhogy szerintem az lesz a következő ilyen koncertes buli, de nem, mert jövő vasárnap meg lesz Kaukázus, arra jó lenne elmenni. Na, úgyhogy mennek itt a programok. Nem is akarok ilyen felsorolást tartani, hogy mi érdekel, meg mire akarok menni, csak ilyen beszámoló szinten. És hát ugye a másik zéje, hogy ez egy ilyen haul videó is, mert bevásároltam, ide nézzetek, vettem tudósok pólót, tudósok forever. Ezt a sárgát vettem, mert hát volt fekete, piros, fehér, meg sárga, és a elsőre a fekete tetszett volna, de ugye abban így immerzve van, hogy fehérrel van a minta, de elsőre azt tetszett volna, de abból nem volt nagy méretű, fehéret nem akartam, abból volt egy még ennél is nagyobb méretű, hát mondom, nem jó lesz ez, akkor legyen sárga, legalább sárga a cuccaim nem nagyon vannak, meg ez egy ilyen vidám szín, annyi, hogy mit tudom én, erre nyáron jönnek a muslicák, tehát nem szabad benne nyáron borozni, mert mert megőrül az ember tőle. De egyébként jó kis cucc. Hát játok, akkor megmutatom még egyszer. Tudósok forever. Na, úgyhogy vettem egy ilyen pólót, aztán jól sikerült ugye spórolni a koncert alatt, és ezért a shopban, ahol ugye az emléktárgyakat, meg egyebeket árulták, ott is bevásároltam, megláttam ezt a kis albumot, amit ugye az előbb visszacsomagoltam, hogy ki lehessen bontani. Ugye ez egy régi 95-ös kiadás, tehát már egy viszonylag ritkább izé, hát mondjuk olcsónak olcsó nem volt. Ez ugye a Bada Dadának és a Máriásnak, aki ugye most a tudósoknak a frontembere, Bada Dadáról meg tudjuk, hogy sajnos elhunyt 2006-ban. Őnekik a közös albumuk, ugye a 90-es évek közepéről, és Égevő az a címe, és akkor most bontsuk ki. Egyébként vettem egy tudósok CD-t is azért, mert nem tudtak visszaadni, nekem meg nem volt apróm, és ez a tudósok CD úgyse volt meg, úgyhogy azt mondtuk, hogy akkor jó van, akkor adjon vissza CD-be, kész.
Úgyhogy most már két tudósok CD-m is van. Na, és akkor kibontjuk ezt a gyönyörűséges albumot. Hát ebből fotóztam ki a nagy cimborámnak, aki imádja a tudósokat, csak nem tudott ott lenni. Úgyhogy tudósítottam neki a tudósokról. Na, hát egy ilyen gyönyörű kis album. Hát most nem fogom végiglapozni, de igen, nem ihletett meg, mert nem vagyok megihletve, hanem ez ettől estem áhítatban, nem a Szentlélektől. Mert hogy sokat kellett várni a vonatra, mert ugye pont úgy lett vége a koncertnek, és akkor a késő este meg már óránként jár a vonat. És akkor itt lapozgattam, nézegettem, elmélyedtem itt a dadaizmusban. Hát itt van, pár dolgot mutatok csak meg benne, ugye itt van Máriás és Bada Dada. Még annó, hát ne gondoljunk bele, hogy mit csinál a műanyag krokodil Badadad a középtáján. Azt hiszem, hogy megmutatom itt a végét, itt az arcokat. Badadadát én egyszer láttam egyébként élőben a Szigeten. És a Hócipő sátorban Galla előtt lépett fel. És érdekes, hogy így belegondolva, hogy tulajdonképpen mi köze volt a Hócipő sátorhoz, mert hogy ugye az meg kabaré sátor volt, és egyébként jó ki is fütyülték, mert azért neki elég ilyen sajátságos és polgárpukkasztó stílusa volt, és nem nagyon tetszett a közönségnek, hiába abszurdra jöttek. Ez már az abszurdra érkezett közönségnek is túl abszurd volt, amit Bada Dada ott előadott. Egyébként azt tudom, hogy a végén a fejére öntötte a bort, meg egy festményről magyarázott, mert mi a végére értünk be, egy festményéről magyarázott, azt mutogatta ott, amin valami várost ábrázolt, és akkor ilyen csiga vonalak voltak rajta, és akkor magyarázta, hogy a házas csiga leszarja a mesztelen csigát, leszarta a mesztelen csigát, és ezért szaros lett a mobiltelefonja, valami ilyen sztori volt. Hát azóta se találom azt a festményt, így próbáltam rá googlizni, hogy mert ugye fenn vannak ilyen ezek a neten, de azt még nem, meg nem emlékszem a címére, meg ilyenek, tehát így nem tudok rákeresni. De egyszer majd lehet, hogy szembe jön. Na és hogy ugye sok volt a közönségnek, meg hogy egyáltalán miért a Hócipő sátorban léptek fel, hiszen de valószínűleg nem nagyon volt rá más, azért, mert az akkoriban a Sziget azért egy icipicit nem csak ilyen zene, meg ezért főleg nem csak tömegzene, hanem ilyen kicsit összművészeti fesztivál is volt. Ez nem azért, hogy magamat fényezzem, hogy amikor én jártam a Szigetre, akkor az mekkora kultúr élmény volt, mert hogy nem a kultúr élményért jártunk oda, hanem hogy egy hétig be legyünk basszva és metált hallgassunk. Ugye ott kempeltünk a Metal Sátor Metal Hammer színpad közelében, oda vertük fel a sátrat, tehát nem sokat voltunk a sátorba, mert leginkább a sörsátorban voltunk, meg a koncerteken, tehát nem akarom itt fényezni magam, de hát lehet, hogy aztán nem tudom, szóval, hogy volt, nem messze tőlünk volt a színház sátor, meg volt ez a Hócipő, nem tudom, hogy hány ilyen kulthely volt, vagy kultúrhely volt, bocsánat, de ezek szerint azért, mert hogy ugye Bada Dadának volt egy humora, egy sajátságos humora, ezért úgy gondolták, hogy akkor ő neki a Hócipő sátorban kell fellépni. Hát ez lehet, hogy félreértés volt, bár neki az egész élete ilyen ellentmondásokban telt. Na, és akkor, ja, ezt fotóztam ki a cimborának, a Szorít a cipő című művet. Egyébként ez ugye megvan, a tudósok fönn van a YouTube-on is, úgyhogy hallgassátok meg. A Szorít a cipő. Itt ez csak egy ilyen kis rövidke vers, de van egy ilyen Szorít a cipő című szám is, hát ebből tovább gondolva egy kicsit, tágítva a perspektívát. Szorít a cipő, majd levágom a lábam. Szorít, hisz nincs is rajtam. Csak spanyol csizmában futok nulla kört. Szorít, levágom a lábam. Gőzölök, cipőm, gőzölök, hisz annyiszor iszunk még belőled. Na,
Hát akkor egy kis kultúrát is kaptatok, értelmezze mindenki, ahogyan tudja. Hát vannak itt ilyen elég, ez is például egy badadada kép, egy kicsit hagyom, hogy át tudjátok érezni, meg fel tudjátok fogni a látottakat. Ugye itt a malacoknak, a disznóknak a bosszújáról van szó. Röfi család bosszúja ez a képnek a címe, most így megfordítva nem jutott eszembe. Tehát, hogy itt ugye a gazda meg van kötözve, az egyik disznó ilyen ördögszarva és disznó őrzi, a másik meg hát a feleségével különböző dolgokat művel. Hát mélyen elítélendő erőszakos cselekményekről van szó, de szerintem nem kevésbé erőszakos a hurka és a kolbász sem, amit mi ugye előszeretettel fogyasztunk. Na, és akkor még egy dolgot szerettem volna ebből megmutatni, csak nem tudom, hogy hol van, mert hogy egy nagyon ismert műről van szó, legalábbis viszonylag közismert műről van szó. Hát akkor nem arra lesz, hanem erre lesz, valahol a közepe felé. Hát ugye itt nincs tartalomjegyzék, hanem itt meg kell keresni. Jaj. Igen, hát szerintem ezt a művet ismeritek, gyanítom. Bada Dadának az Apa kocsit hajt című művéről van szó. Tehát ez egy így készült el, illetve annak idején Bada Dada felvette otthon magnó kazettára, harmonikázott, és akkor fel hát énekelte, szavalta, mondta rá ezt a... nem is tudom, versnek nem mondanám, ezt a költeményt vagy írományt. Na, hát itt van a Fiat 1500-as fehér személygépkocsi, itt van apa, azt hiszem itt van anya, így visszafelé nem látom olyan jól, és hát apa kocsit hajt, és az egész történet, ilyen balladaszerű történet, itt ugye fel van vázolva. Igen, na. Ott van a vége is, a végén ugye a stílszerűen a Fiat 1500-as személygépjárműnek a hátuljára van kiírva, hogy vége. Na hát igazából ennyi, úgyhogy egy jó kis cuccot sikerült beszerezni. Egyébként volt ott egy-két képet is lehetett, Máriás képet is lehetett volna venni a shopba, hát meg sem mertem kérdezni, hogy mennyibe kerül, már ezek a albumok is elég borsos áron vannak, ugye? Amúgy is ezek alapból nem szoktak olcsók lenni. Azt hiszem így van, így kell beletenni. Hát a rendes kép az biztos jó drága, meg hát nem is tenném ki a falra, tehát ez gyűjteménybe való, nem arra, hogy így a falat díszítse, de volt egy olyan kép, hogy a Lölőt és a, hogy hívják ezt a picsát? Na. És a új feleségét azt ábrázolja, na nem, most elfelejtettem hirtelen. A Andi. Ja. Na, úgyhogy ezek voltak az élmények tegnap. Hát most meg szerintem ma szeretnék videót vágni. Úgyhogy szerintem az lesz ma a program. Még valamit itt akarok mondani. Igen. Nem nézzünk meg videót, hanem menjünk a stúdióba. Egy kommentre szeretnék reagálni, amit nagyon szépen köszönök. Csak a megválaszolt kommenteket már nem írja ki. De István, igen, István írja, hogy nem szoktam vlogokat nézni, de a tiédet van, hogy megnézem. Tetszik, hogy nem egy sötét szobából jelentkezel, hanem a változatos helyszínekről, vonat, park, fürdő, aluljáró, stb. Én ebben így nem is gondoltam bele, megmondom őszintén, mert hogy én egy ilyen laza szabad műfajnak gondoltam a magam részéről a vlogolást, és örülök, hogy tetszik. Igazából
igazából nem gondoltam, hogy ezt a dolgot, ezt, amikor csak bekapcsolom a telefont és belepofázok, hogy ezt egy stúdióban, egy ilyen steril körülmények között kellene csinálni. Az más kérdés, hogyha valami olyan témát az ember fölkarolna, meg akkor lehet, hogy jobbak a stúdió körülmények, mert akkor ott van előttem egy monitor, ahol be tudom készíteni a dolgokat, esetleg anyagokat, amiről beszélni szeretnék, így mankóként, meg a különböző technika, meg ilyesmi, de hát a magam részéről én ezt egy ilyen laza kis szabad műfajként űzöm, és így is szeretném folytatni a továbbiakban, úgyhogy köszönöm ezt a kritikát, mármint ez most ilyen pozitív kritika volt, a negatív kritikát is szívesen veszem, úgyhogy köszönöm és örülök neki. Ez úgy földobott tegnap, amikor ezt megláttam. Na, hát szerintem ennyi volt mára, úgyis elfogy a kávém. Reggeli kis újságolvasás, aztán irány a videóvágás. Ja, a pápának meg jó szórakozást kívánok, meg az eukarisztikusoknak is. Jó, nem akarom kigúnyolni, mert egyébként tényleg a katolikus keresztényeknek ez egy nagy ünnep. Papíron én is katolikus keresztény vagyok állítólag, vagyis hát nem állítólag, mert emlékszem, mert nagykoromban lettem megkeresztelve. Igazából jó, egy kicsit a szellemiségéből fölcsipegettem, főleg az ilyen krisztusi gondolatoknak, de igazából annyira nem áll közel hozzám a történet. Kicsit a Jézus, na de már az jó arc volt, de az egész ilyen misztikum, meg ez tőlem távol áll. Na, legyen ez a zárszó. Ja, szemüveget kéne csináltatni, mert már szarrá van kopva, és alig látok benne. Na, legyen ez a zárszó. Találkozunk legközelebb is, máskor is fogok vlogolni. Köszönöm, hogy ezt a hosszú vlogot meghallgattátok, megnéztétek. Bencének jó éjszakát. Sziasztok. Csüssz.